Évente több 10 milliárd forintos kárt okoznak a nagyvadak a termőföldeken. A tapasztalatok szerint évről évre nagyobb a probléma az erdők közelében lévő szántókon és gyümölcsösökben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint ez részben amiatt van, mert bizonyos területeken túlszaporodott a vadpopuláció, amiben nagy felelőssége van a vadásztársaságoknak. A kamara néhány hete közzétette, lépéseket tesz annak érdekében, hogy a társaságok kompenzálják a gazdákat. Rácz Imre vármegyei elnök azt mondta, ebben a régióban főként a Vásáros-Naményi térségre jellemző a probléma. Mi dénységben, mi még ha látunk egy őzet, akkor örülünk neki, hogy itt szaladt előttünk, amik át csinál, elviseljük olyan kismértékű. De amikor már hektárszámra beszélgetünk arról, hogy a kukoricát egyik napról a másikra kitúrták az összes, és újra kell vetni, vetőmagot kell venni, ha már le van gyomítózva, gyomítózni kell, azok az emberek már másképp élik ezt meg, és vannak olyan vadásztársaságok, akik ezt nehezen akarják elfogadni, és nem változtatnak a magatartásokon. Ezeket látva kezdeményezi az Agrárgazdasági Kamara azt, hogy ahol nem tudnak megegyezni, illetve évekig elhúzódik, akár per lesz ebből az ügyből, ő a gazdának a kárát megtéríti, és átvállalja ezt a peres ügyeknek a végrehajtását, hogy a gazdálkodó az ne érezze azt, hogy abba bukjon bele, hogy ő pereskedik a vadásztársasággal. Az ügyben megkerestük a Vadászkamara vármegyei szervezetét is. Fazekas Gergely titkár elmondta, az elkerülhetetlen, hogy egyáltalán ne keletkezzen kár a vadak által, azért pedig, hogy csökkenjenek a veszteségek, mind a gazdáknak, mind a vadásztársaságoknak tenniük kell. Hozzátette, a probléma elsősorban a Dunántúlra jellemző, országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében keletkezik a második legkevesebb ilyen jellegű kár. Tény és való, hogyha megnézzük a hivatalos statisztikákat, akkor vannak azért az országnak olyan megyei, olyan régiói, ahol igen-igen érzékelhető kárt okoz a vad, akár az erdősítésekben, akár a termelt növényekben. Viszont az is igaz, hogy alapvetően nem csak a vadászoknak a felelősség az, hogy mennyi a vad, illetve mennyi a vadkár, hiszen ha elképzeljük, hogy a minden lehetséges élőhelyet bekerítenek a gazdálkodók, hogy elkerüljék a vadkárt, az az adott vadmennyiség egyre kisebb helyre szorul össze. Na most, hogyha vegyünk egy számszakilag, hogyha 100 szarvasnak van 100 hektárja élni, akkor hektáronként jut egy darab szarvas. De hogyha ezt a 100 hektárt kerítésekkel beszorítjuk 5 hektárra, akkor a 100 szarvasnak 5 hektáron kell megélni, nyilván sokkal-sokkal nagyobb kárt fog okozni. Fazekas Gergely hozzátette, a felek békés megoldásra törekszenek. Az biztos, hogy az Agrárgazdasági Kamara egy olyan lépést tett, amivel úgy véli, hogy meg tudja a tagjainak az érdekét védeni, de abban is teljesen biztos vagyok, miután jó a munkakapcsolat az Agrárkamara és a Vadászkamara között, hogy olyan megoldás fog ebben születni, ami egyik félnek sem fáj, hanem a megoldás irányába fog mutatni. Ugye itt maga Győfi Balázs is azt nyilatkozta december végén, hogy nem cél az, hogy perek tömkelegét indítsák, hanem a megoldás és az egyesség felé szeretnék terelni a gazdákat és a vadásztársaságokat, ez pedig nyilván mindenkinek érdeke, hogy békés megoldás szülessen. A vadásztársadalom emellett szorgalmazza azt is, hogy kidolgozzanak egy olyan egységes szabályozást, amely által egyértelműen tisztázható a felelősség mezőgazdasági vadkárok megítélésekor.